Pentele neve a mellette fekvő dunaszigeti Szent Pantaleon monostor védőszentje nyomán a 13.-14. században alakult ki. A két birtok tulajdonosa az Andornok család volt. A szigeti birtok évszázadokkal később is saját névvel rendelkezett. A nemzetségi kolostor nem a mai értelemben vett Szalki szigeten volt, mert annak elődje a 14.-15. századi oklevelek alapján két részből állt. Az északi szigeten a monostor épülete volt, míg a déli szigeten halásztanyák voltak. A sziget a balparthoz volt közelebb, és alacsonyabb vízállás esetén egyé vált a mai Szalki sziget elődjével, Bőd-szigettel. A Dunai szigetek évszázadok során kisebbednek, nagyobbodnak, keletkeznek, eltűnnek, vagy általánosságban a felső részükön kopnak, alsó részükön növekednek, így lejjebb kerülnek. A folyó is változtatja medrét. Régen a már félszigetté alakult Szalki sziget és az óváros között volt a folyam főága, a sziget pedig az akkor még jóval keskenyebb, jelenlegi főágon keresztül közelebb volt a túlparthoz. Az elhagyott apátságot valamikor a 17.-18. Században nyelhette el a víz. Alacsony vízállás idején még a múlt században is felbukkantak romjai a túlsó part közelében, amit Szalki romnak neveztek. Ennek a kis szigetnek a maradványait kotorták ki a 20. század elejé Duna szabályozás során, valamint felrobbantották a monostor jelentős rom mezejének nagy részét. A monostor első említése 1238-ból származik, amikor a birtokos, monostort is alapító Andornok nemzetség tagjai pert indítanak a szomszéd birtokos ellen, mert az jogtalanul elfoglalt területeket az ő földjeikből. Ebben az oklevélben szerepel a pereskedő Andornok nemzetség tagjai között a dunaszigeti Szent Pantaleon egyház Bánk nevű apátja is. A monostor ekkor már létezett, apátos, férfi szerzetesek által lakott volt, melynek a kisázsiai Szent Pantaleon vértanú volt a védőszentje. Az, hogy miféle rend lakta a monostort, és mikor alapították, nem derül ki, ezért a pentelei monostor létrejöttének, alapításának kezdeteit, körülményeit nem ismerjük, de arra legkésőbb II. András idején sor kerülhetett. A monostor lehetett bazilita görög, bencés és cisztercita szerzetesek által lakott, mivel az említett három szerzetes rendben hívták a monostor vezetőjét apátnak. A magánegyházak esetén az alapító családok az általuk alapított egyházba ajánlhattak papot a megyéspüspöknek. Ennyire szoros kötelék csak egyház alapító és az általa alapított egyház között jött létre. Ebben az oklevélben Castrum Ondornuc, azaz Andornok váraként szerepel a szigeten álló épületegyüttes. A görög eredetű kisbirtokos Andornokok egy falut és egy családi monostort mondhattak magukénak. Fentiek alapján kizárható, hogy a monostorban ebben az időben vagy korábban apácák éltek, mivel Bánk apát férfi, azaz férfi szerzetesek elöljárója, és 1238-ban nem állhatott görög apácák élén. Férfi patronust csak férfi szerzetesek választhattak kolostoruk védőszentjéül, az apáca kolostoroknak női védőszentjük volt. Az Andornok nemzetség kisméretű családi földvárat emeltetett a szigeten kívül is. Helyét, fekvését az 1238. évi oklevél pontosan megjelöli a mai Rácdombon. Védelmét a föld sáncra épített cölöp és gerendafal adta. Ezt a földvárat a tatárjárás során felégették, és az utána következő 4 évszázadban nem volt erődítmény ezen a helyen. A kisebb családi várak közé tartozhatott, a későbbi török-kori erődítés valószínűleg pontosan ráépült. A tatárjárásig csak a király építhetett kővárakat, főurainak engedélyt sem adott erre, ezzel erősítve a központi hatalmat. Az ispánsági várak közül is csak néhány esetében beszélhetünk kőfalu erődítésről, például Esztergom és Veszprém. Tehát az Andornok nemzetségnek szintén nem volt lehetősége
kővár építésére, így a kasztrum egy kisebb favárat jelentett, és a kisnemesi várak nagy része ilyen volt. A vár körül léteznie kellett vár alja településnek, mely a várat kiszolgáló katonáskodó népek, mesteremberek és a kereskedők otthona volt, és amelynek helyét ma már nem lehet meghatározni. Ez lehetett Pentele Árpád-kori elődje. A tatárjárás 1241-1242 során az andornok nemzetség örökösök nélkül nyomtalanul eltűnt. A nemzetség vára és monostora a benne élő szerzetesekkel együtt elpusztult, és ezért a Duna melletti birtok, valamint a monostor kegyurasága a királyra szállt. A feldúlt Szent Pantaleon monostort IV. Béla, a Zsadány nembéli Gáborján, később Gábriel vagy Gábor mesternek adományozza, azzal a kötelezettséggel, hogy javítassa meg a kolostor fedelét, népeit szedje össze és telepítse be, mivel korábban is férfi szerzetesek éltek benne, férfi szerzetesekkel. Gábor a monostor helyreállításának nem tett eleget, sőt a birtok jövedelmét a monostor helyett a saját hasznára fordította, ezért IV. Béla 1268-ban elveszi a monostor kegyúri jogát Gábortól és fiaitól. Új tulajdonosként Fülöp esztergomi érseket nevezi meg, aki akkor kancellár volt, tehát az esztergomi egyház kezébe került, és így nem az illetékes megyés püspök, a veszprémi püspök, hanem az esztergomi érsek joghatósága alá tartozott lelki ügyekben. Az uralkodók által alapított egyházak nem az illetékes megyés püspök, hanem az ország egyháza fejének, Magyarország esetében az esztergomi érsegnek joghatósága alá tartoztak. Ez alapján beszélhetnénk királyi alapítású apátságról is, azonban ez a jogi viszony az esztergomi érsek és a Szent Pantaleon apátság között csak a tatárjárás után lépett fel, amikor a háromlási jog következtében a fiúágon kihalt andornok nemzetség birtoka és a hozzátartozó családi alapítású kolostor is a királyra szállt vissza. Ugyanakkor számos hanyatló, rossz állapotú, nem királyi alapítású kolostorról tudjuk, hogy a változtatások érdekében kivonták a megyéspüspök joghatósága alól, és közvetlenül esztergomi érsek joghatósága alá rendelték. A király kötelezi az érseket is, hogy állítsa helyre a romos kolostort, de ő sem képes rá, ezért körülbelül 1275-ben IV. Kun László elveszi a monostort az érsektől, és átadja a veszprémi domonkos Szent Katalin apácáknak. Az apácák 1277-ben az üres és javak nélküli Szent Pantaleon monostort sorsára hagyják. Oklevél ekkor Dunaszigeten fekvő Szent Pantaleon monostorként említi. IV. László a monostort és a hozzátartozó földeket odaadja az egykori tulajdonos, a Zsadány nembéli Gáborján fiainak, Domonkosnak, Jakabnak és Gabrianusnak. A családtagjai a király hívei voltak a csákokkal szemben, akik miatt óriási volt az anarchia IV. László idején. Gábor fiai nem csak a belháborúkban álltak ki a király mellett, hanem a cseh király ellen vívott háborúban is. Győr ostrománál meg is sebesültek. A fentiek alapján megállapítható, hogy Pentelei monostora monostorként rövid ideig csak a tatárjárásig működött, ezt követően csak törekvések történtek a helyreállítására, azonban ez nem történt meg. 1277 után már csak falusi templomként, egyházként kezelték, és a romos kolostorépület állapota tovább romlott. A sziget területének története az eltűnt Árpád vagy középkori falvak sorozatban folytatódik tovább.